Van egy témakör, ami mellett nem mehetek el csak úgy, ez pedig az elektronikai alkatelemek, egységek, párhuzamos és soros kapcsolása, hogy ezeket hogy lehet, hogy szabad, mi értelme van párhuzamosan esetleg sorba kötni. Nos, ennek ugorjunk neki. Az ellenállásos és kondenzátoros videóban már ugye megtanulhattuk, hogy hogy lehet soros és párhuzamos eredőket számolni, de hogy mire jó a sorba és párhuzamosan kötés, ezt viszont nem beszéltük ki. Ugorjunk neki ennek még egyszer, beszéljük csak át. Egy tuti alapszabály van, azonos paraméterű egységeket és alkatrészeket lehet párhuzamosan és sorba is kötni. Most az azonos paraméter lesz itt a kérdés, hogy miben kell azonosnak lenniük. Most ezeket fogjuk kibeszélni. Induljunk a KH-tól, ugye a elektronika konyha nyelven sorozat is abból indult, hogy na, energiaforrások. Nos, kezdjük talán tényleg az elemi cellákkal. Tehát ugye egy galván elemmel akár, ami esetünkben akárhány voltos lehet, amennyit mellé érünk, mert ez a jele. Na most egy másfél voltos cellának, egy ceruza elemnek is ez a jele, meg akár egy akkumulátor cellának is lehet ez a jele. Na most miben kell egyenlőnek lennie két cellának, hogy őket sorosan vagy párhuzamosan lehessen kötni. Beszéljünk talán a lítium-ion cellákról, mert most elég népszerűek, és többet használjuk lassan őket, mint a másfél voltos elemeket, vagy 1,2 voltos nikkel, kadmium, nikkel, metálhidrid cellákat. Nos, a lítium-ion cella, most egy 18650-et próbálok rajzolni, aranyos lesz biztos. Na most egy ilyen cella, az rendelkezik ugye egy tároló kapacitással. Na most, ha van egy lítium-ion cellánk, akkor például az legyen 2000 milliampere órás, az ugyanaz, mint a 2 ampere óra, mert hogy a milliampere az ugye az ezred része az ampernek, és hogyha 2000-rel szorozzuk, akkor kereken 2-t kapunk. Tehát, hogyha egy 2000 milliamperórás lítium-ion cellánk van, az 2 amperórás. Mit is jelent ez? Ha 2 amperrel sütjük, akkor 1 órán keresztül lehet használni. Nos, vannak kicsivel nagyobb cellácskák is, általában a 18650-be. Mi az a 18650? Hát 18 mm széles, és 65 mm hosszú a cellánk, szóval ők a legelterjedtebbek most mindenben is. Szóval egy 18650-es cella méretéből adódóan azért korlátozott az energiatartalma, olyan 3,5, azt mondom, talán mostanra már olyan 4 amperórát elérték vele maximumba. Ennél nagyobbakat, ha látunk, főleg a bolha piacon, meg ilyen érdekes, nagyon kínai oldalakon, hogy 10-akárhány ezer milliamperóra, ez mind kamu, nem fér bele ennyi energia, még hogyha milliamperekkel sütjük, akkor sem. Na most, ha van egy 2000 milliamperórás, azaz 2 amperórás lítium-ion cellánk, azt ugye megadják még rá azt is, hogy maximális kisütő áram. Egy általános ilyen laptop akkumulátorban, ha egy lítium-ion akkumulátorra megadják, hogy hány C-vel süthető, az igazából a kapacitás értékének a valahányszorosa. Például a 2 amperórás akkumulátorra, ha azt mondják, hogy 3C-s, akkor háromszoros árammal lehet sütni, magyarul 6 amperrel. Általában a laptop akkumulátorok szoktak ilyen egyszerűek lenni, hogy ilyen max. 5C-ig lehet őket sütögetni. Vannak viszont sokkal izmosabb, sokkal terhelhetőbb, áramban terhelhetőbb lítium-ion cellák is. Elektromos cigikbe van a legerősebb, általában ott ilyen 15-20 ampereket is bírnak, azok van, amelyik 30 ampert is bír az a cella. Na most az, hogyha 2 amperórás cella van benne, és tud 30 ampert, az 15C-s süthetőségű. Na most egy 2 amperórás cellát is elvileg gyors töltéssel lehet 2 amperrel tölteni, bár majdnem, hogy azt mondom, hogy mindenhol ilyen 1 amperrel töltögetik ezeket a cellákat, de lehetne 2 amperrel töltögetni is.
persze hőmérséklet figyelés mellett. Kisütni viszont lehet jóval nagyobb árammal, ennek kell megfelelni, hogy ne terheljük túl az akkumulátorunkat, vannak nagy áramú cellák, meg vannak nem annyira nagy áramú cellák. A nem annyira nagy áramú cellákat szokták mondom laptopokba használni, a nagy áramú cellákat használják viszont a kisgépekbe, behajtókba, e-cigibe. Na most ezeket a cellákat tölteni és kisütni, hát két feszültség érték között lehet. Lefele elvileg 2,5 voltig lehetne meríteni, legtöbb helyen 3-3,2 voltig hagyják merülni ezeket a cellákat, de induljunk ki abból, hogy 3 volttól. A maximális töltési feszültségük 4,1-4,2 volt a lítium polimernek, a tasakosnak. Az igazából ugyanúgy egy lítium ilyen akkumulátor, csak a elektrolit benne fel van szivatva egy ilyen anyagba, és így szárazon marad, ha azt nézzük, de ugyanakkor át tud pukkani, csak abból nem fröcsköl semmi. Szóval ilyen 4,2 voltig használhatjuk őket, 3 és 4,2 volt között, ennek a közepe általában a 3,6-3,7 volt, ezt szokták ráírni, ezzel a feszültséggel lehet általában számolni, mint átlag érték a kettő között. Nos, ezeket a cellákat lehet párhuzamosan is és sorba is kötni, de hogyan? Hát ha van két cellánk, és teljesen egyformák, mint mondtam, egyformának kell lenniük, hát itt a paramétereknek ugye mind a kettő legyen lítium-ion, 18650, lehessen ugyanakkor árammal sütni, tehát ugyanannyi C-s legyen, ugyanannyi legyen a kisüthetősége, tehát teszem azt, hogyha 5C-s mind a kettő, akkor 10 amperrel lehet mind a kettőt sütni. Ezeknek, ha megfelel két cella, akkor már őket lehet is párhuzamosan kötni, de a rajtuk lévő feszültségnek, töltöttségnek is egyformának kell lennie. Tehát ha az egyik teszem, az fel van töltve 4,2-re, a másik meg csak 3 voltos, nehogy összekössük őket, mert a 4,2-esből elkezd töltőáram átfolyni a kisebbikbe, amíg ki nem egyenlítődik a kettő, és ez meghaladhatja azt az áramot, amit mi megengedünk neki, és lehet nagy puk belőle. Ha kisebb teljesítményt kötünk párhuzamosan egy nagyobb teljesítményűvel, nem lesz probléma, mert a kisebb teljesítményű, amikor majd az áramot vesszük ki belőle, nagyobb belső ellenállással fog rendelkezni, és nem fog annyit hozzáadni a párhuzamos kötéshez, tehát nem kell attól megijedni, hogy kisebb, teszem azt egy 2 amperórást, meg egy 1,3 amperórást párhuzamosan kötünk, feszültségben megegyeznek, teszem azt kisüthetőségben is ugyanannyi C-vel rendelkeznek, tehát ugyanolyan árammal lehet őket terhelni, csak amelyik akkumulátor gyengébb, az nem ad majd hozzá annyit a közös kivehető teljesítményhez. Ha viszont ezeket a cellákat sorba akarjuk kötni, akkor már meg kell annak felelni, hogy ugyanolyanok legyenek. Mert hogy ha az egyik, például egy 1,3 AH-s, két AH-ssal szemben, akkor hamarabb le fog merülni, és ebben még ott lesz az energia, de nem tud már kijönni belőle, mert ez a láncot gyengíteni fogja. Tehát a leggyengébb láncem ilyenkor a legkisebb energiatartalmú akkumulátor lesz. Sorba kötni tehát már csak azonos cellákat lehet, és ez igaz mind lítium-ionra, mind nikkel-metalhidridre és a nikkel-kadmiumokra is. Ugye a orosz kisautósból ez nikkel-kadmium cella sor, ez egy behajtónak a kis cella sora, 12 voltnyi akkumulátort 10 darab cellából hoztak össze, itt ilyenkor az teszi használhatatlanná a behajtót, hogy valamelyik cella vagy akár több cella meghibásodik, nagyon nagy lesz a belső ellenállása, és hiába töltjük mi az összes többit fel csumára, és jöhetne belőle az áram, ha rajtuk nem fog átfolyni, mert ők gyenge cellák, és a soros kötésnek a leggyengébb lánceme fogja lerontani a teljes sorba kötött cellapaknak a teljesítményét, tehát sorba kötött akkumulátoroknál mindenképpen azonos teljesítményű cellákat kössünk csak össze, másképp nem lesz értelme az egésznek. Na most vannak vegyes kapcsolások is, amikor sorosan és párhuzamosan is kötünk cellákat, itt már főleg figyeljünk oda, hogy teljesen azonos, teljesítményű, feszültségű, maximális kisütő áramú
cellákat kössünk. Itt már csak a 2 amperórásokat köthetjük, vagy akár lehet mindegyik 1,3-as is, tehát azonos teljesítményű cellákat köthetünk csak sorba és párhuzamosan ilyen hálózatokba. Ezeknek van is egy elnevezése, hogy valahány szériál, tehát valahány S és valahány paralel, azaz párhuzamos kötött cellát látunk. Most ez 2 soros, 2 párhuzamos, tehát ez 2S, 2P. Ha ezek most itt össze lennének kötve így, hogy itt párhuzamos cellapakkokat kötnénk sorba egymással, akkor is csak tök ugyanezt kapnánk, akkor is 2S, 2P lenne. Ezekkel az adatokkal tudjuk leírni, hogy hogy vannak benne a cellák kötve. Ugyanúgy, mint mondtam, nikkel-kadmium, nikkel-metálhidrid és akár AGM akkumulátorok. Tehát ezeket is, hogyha sorba akarjuk kötni, azonos teljesítményűek legyenek, azonos árambírással, mert másképp a gyengébbik lefogja az egész soros kört gyengíteni. Ha az energia úgymond a falból jön, akkor ugye transformátort használunk a letranszformálásához. Ez most a 2 trimmer tekercsünk, ez 2 transformátor. Legyenek ezek a transformátorok egyformák. Na most, ha egy transformátoron belül van 2 tekercsünk, bár ez majd lesz transformátoros videó, akkor abban ugyancsak előkerül. Ha több tekercs van egy transformátoron belül és le kell rajzolni a tekercs irányokat, akkor pöttyel szoktuk megjelölni a kezdet vagy akár a vég, de az azonos irányból tekert tekercseknek a kivezetéseit. Na most, hogyha teszem azt, így van tekerve a tekercs, akkor itt kezdődik, itt ér véget, itt kezdődik, itt ér véget, és akkor ugyanígy a primerrel. Na most innen lehet látni, hogy ez ennek a tekercs szakasznak a kezdete, ez a vége, ennek ez a kezdete, ez a vége. Na most, ha sorba akarunk kötni transformátoron belül tekercseket, akkor ennek kell megfelelni, ugye, hogy az egyiknek a végétől kezdődjön a következő, mintha csak simán folytattuk volna a tekercselést, és akkor a 2 feszültség, 2 szekunder feszültség összeadódik. Na most párhuzamos kapcsolásánál 2 szekunder tekercsnek már annak is meg kell felelni, hogy teljesen egyforma feszültségűnek kell lennie mind a kettőnek, és akkor is ugyanúgy a 2 kezdetet, meg a 2 véget össze lehet kötni, és akkor lesz egy dupla árambírású kivezetésünk. Tehát, hogyha ez is kereken 12 voltot ad, meg ez is kereken 12 voltot ad, igazából azonos menetszámú tekercsek, akkor őket bizony párhuzamosan lehet kötni. Ha az egyik vékonyabb, a másik vastagabb, ez se probléma, mert a vékonyabbnak nagyobb lesz majd az ellenállása, ugye ott van egy réz ellenállásunk, és majd az korlátozni fogja azt, hogy belőle mekkora áram fog a közösbe majd kifolyni, úgyhogy nincs ezzel probléma, párhuzamosan csak azonos feszültségű tekercseket kötünk, és mondom, a tekercselési irányra mindenképpen figyeljünk oda. Na most, ha van 2 teljesen egyforma transformátorunk, és van 2 egyforma szekunder tekercsünk, azokat vajon lehet-e sorba párhuzamosan kötni? Hát lehet. Sokan kérdezték a mikrohullámú sütő transformátor újra hasznosításánál, hogy mivel az eredeti primer tekercs túlgerjeszti a vasat, és túl nagy áramot vesz a hálózatból, már készen léti, azaz, hogy ilyen üres járati üzemben is, mit lehet vele csinálni? Hát egy teljesen ugyanolyan mikrosütő transformátort bizony-bizony sorba lehet vele kötni. Amire oda kell figyeljünk innentől kezdve, tehát ha most ez is itt volt ugye az eredeti 230 voltos tekercs, de nem bír, teszem az csak 180-at, ott van a, nem is tudom melyik videómba bemértem, nem bír csak 180-at, akkor egy-egyben nem köthetjük rá, hanem fogjuk, és itt az egyiknek a vége, itt a másiknak a vége, vagy akár a kezdete. Szépen sorba kötjük őket, lesz egy kezdetünk, meg lesz egy végünk, és akkor ez megy majd a, meg ez megy majd a 230 voltba. Na most innentől kezdve egy tekercs, az, hogy az egyik trafónk, mennyit fog kapni a primerjére? Hát 110 voltot. Ezt már bőven elviselik a
Bőven elviselik a mikrosütő trafók, ezzel kell majd számolni innentől kezdve a szekundár tekercs tekercselését. Persze nem a nagy feszültségű 2000 voltosat hagyjuk meg innentől kezdve, ez most azért volt kérdés, hogy valaki ha onnan leszedi már a nagy feszültségű vékony húzallal tekert 2000 voltos szekundert, akkor át lehet-e tekerni másra, lehet-e használni a hegesztőnek, lehet-e használni erősítő tápegységnek, lehet persze. Teker oda szépen a lukba új tekercset, akár csinálhat hozzá a csévetestet, és szépen is meg lehet azt oldani. Na most onnantól kezdve lesz nekünk két szekunderünk. Ha ezek a szekunderek nem egyformák, akkor van baj. Mert ha nem egyformán terheljük a két szekundert, akkor bizony fel fog bomlani a két darab 110 voltos osztás, tehát akkor már erre a tekercsre vagy erre a tekercsre nem a fele feszültség fog jutni, ez addig lesz ott 110 volt itt is, meg 110 volt itt, ott is, amíg egyformán van terhelve a két szekunder oldal, vagy akár csak üresbe, ha összekötjük, akkor a két nyugalmi áram felvétele a két trafónak az kiegyenlítődik, és szépen beáll a kettő 110-110 voltra. Na most a szekundereket viszont, hogyha ugyanolyanra tekerjük, akkor azokat már innentől kezdve akár fázis helyesen párzamosan is lehet kötni, vagy akár sorba egymással. A lényeg, hogy teljesen egyformán terheljük a két tekercs felett. Ha mi ebből egy plusz-minuszos tápegységet építünk, itt szépen sorba kötjük őket, bevisszük egy Grécz hídba, és utána lesz belőle egy kis tápegységünk. Akkor semmi probléma nincs, egy erősítő mindig egyformán fogja terhelni a két fél trafót, úgyhogy erre például alkalmas a sorbakötés. Ha most párzamosan kötjük őket, akkor meg közös árammal lehet terhelni egyszerre a kettőt, az is egy jó megoldás, úgyhogy akár így transformátorokat mindig figyeljünk oda fázis helyesen, lehet sorba és párzamosan is kötni. Villanymotorokat is köthetünk azonos felépítésű, azonos teljesítményű, igazából teljesen egyforma villanymotorokat is köthetünk akár sorba vagy párzamosan, ha egyszerre vannak terhelve. Tehát ha ugyanazt a hajtóművet hajtja két villanymotor, ugyanúgy lesz mindig terhelve a kettő, akkor nyugodtan lehet őket sorba kötni. Ha egyértelmű, hogyha most két külön helyen dolgozik két villanymotor, és ugyanakkor a feszültségről üzemel, akkor egyértelmű, hogy lehet őket párzamosan is kötni. Tehát ha most fixen van egy akkumulátorunk, ami 12 voltos, akkor hogyha ezt a motort rákötjük, ez is forogni fog. Ha ezt a motort is rákötjük, az is forogni fog. Igazából párzamosan kötöttük őket, itt semmi kérdés nincsen. Itt bármi lehet, amelyik 12 voltról üzemel villanymotor, azt ugyanúgy rákötjük a körre, forogni fog és csinálja a dolgát. Tehát itt a párzamos kötésnek semmi akadálya nincs. Sorba kötésnél mondom, hogy ha egyformán vannak terhelve a villanymotorok, akkor bizony lehet őket nyugodtan sorba is kötni, és meg fog oszlani köztük a feszültség. Úgyhogy ez is egy nagyon jó dolog. Izzókat ugyancsak, az is volt valamelyik videómban, hogy izzókat is kötöttem sorba, meg hát ott van a izzós műterhelésem fönt a hangfal tetején ott. Az izzókat, hogyha azonos izzók, azonos teljesítményű izzók, akkor lehet őket meg azonos feszültségű izzók, akkor lehet őket sorba akárhányat kötni, mint ahogy a karácsonyfa izzónál is, azok azonos teljesítményű, azonos feszültségű izzók, szépen sorba vannak kötögetve, és meg fog oszlani köztük a feszültség, amit majd rákapcsolunk, meg hát a párhuzamos kötés itt is ugyanúgy benne van a körbe, mint ahogy az autóba, hogy felkapcsolom a 12 voltra a fényszóróizzót, meg rálépek a féklámpára, onnantól kezdve igazából a féklámpa is világítani fog, ugyanúgy 12 voltos mind a két izzó, párhuzamos kötés itt se kérdés. Ellenállásokról ugye volt már szó, a sorba kötött ellenállások ugye simán az eredőjük az összeadódik, tehát az összes ellenállásnak az értékét összeadjuk, lesz nekik egy eredőjük, párhuzamosnál meg ugye a eredőt a vezetőképességgel számoljuk, tehát az R eredő 1 per R eredő lesz az 1 per R1 plusz
1 per R2, pont, 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 és akkor ez volt az R1, R2, R akár hányadik. Tehát ez már az elnásos részbe előkerült, de mit érünk vele, ha azonos ellenállásokat kötünk, sorba vagy párzamosan? Mert hogy ugye egyértelmű, hogy az eredőjük az így számolható, de mikor van értelme párzamosan kötni például ellenállásokat, nem csak az értéküket változtathatjuk meg vele, hanem bizony-bizony lesz nekik egy közös teljesítményük is. Tehát ha én most két teljesen egyforma ellenállást, például legyen 1 kilóohmos, 1 wattos ellenállás sorba kötök, akkor lesz neki ugye egy R eredője, lesz belőle 2 kilóohm, és lesz belőle 2 watt. 2 wattos teljesítményű lett, mert hogy összeadódik bizony így a teljesítménye is. Ha azonos ellenállások, megint csak ott tartunk, hogy azonos ellenállások, párhuzamosan vannak kötve. Itt ugye az R eredő, hogyha ez ugyancsak a két darab 1 kilóohmos, 1 wattos ellenállás, akkor lesz nekünk 500 ohmunk, meg ugyanúgy lesz 2 wattunk. Tehát lehet teljesítményt is összegezni több ellenállás párhuzamos kötésével, hogyha például nekünk pont egy 330 ohmos ellenállás kellene és 1 wattos, tehát például 330 ohm, 1 watt, de nincsen, akkor foghatjuk a kis fél wattos 1 kilóohmos ellenállásainkat, párhuzamosan rakunk 3-at, 3 darab fél wattosat, ugye? 0,5 watt, ez is 0,5 watt, meg ez is 0,5 watt. Ezt mind párhuzamosan kötjük. És egy kásak. Akkor, tehát ilyen kis pici kis fél wattos, vagy ilyen 0,65 wattos ellenállásunk van csak, de kéne 1 watt, akkor párhuzamosan kötünk 3-at, összeadódik a teljesítmény, kapunk másfél wattot. És a három darab 1 kilóohmosnak az eredője, az 1 kilóohmnak az egyharmada lesz, hát közel 330 ohm. Tehát így lehet akár több ellenállásból adott értékűt készíteni, akár a párhuzamos, akár a sorba kötés módszerével. A teljesítmények persze csak akkor fognak összeadódni, hogyha teljesen egyformák. Másképp nem úgy oszlik meg a kettő között. Hát most, hogyha például ez itt 2 kilóohmos, ez meg 1 kilóohmos, és ugyanúgy 1 wattosak. Lehet, hogy 3 kilóohm lesz az eredőjük, de nem lesznek 2 wattosak. Mert a 2 kilóohmon fog majd a rákapcsolt feszültség, a 2 kilóohmon fog a kétharmada megjelenni, egyharmada pedig a 1 kilóohmoson. Innentől kezdve, ha már a kétharmadával elérjük a 1 wattunkat, afelé már nem mehetünk, de ott még a 1 kilóohmos nem fog 1 wattot elfűteni, tehát itt érjük el a maximumot, csak ha egyformák az ellenállások, akkor adódik össze egy-egybe a teljesítményük is, de lehet így mókolni, másfajta ellenállásokból lehet párhuzamosan rakni, mindig figyeljünk oda, hogy az összteljesítmény megfeleljen annak, amit majd elvárunk tőle, így akkor lehet másfajta ellenállást gyártani többféléből. Kondenzátorok, hát a kondenzátorokat is ugye lehet sorba is kötni, akkor ő náluk az egyperezés van, C eredő, egyenlő 1 per, C1 plusz 1 per, C2, stb. Ugyanúgy, mint a párhuzamos ellenállásnál, viszont párhuzamosan kötött kondenzátorok pedig simán kapacitásaik összeadódnak, tehát hogyha most ez is 100 mikrós, ez is 100 mikrós, ez is 100 mikrós, akkor ugye kapunk 300 mikrót a végén. Na most kondenzátorokat sorba kötni, mikor szoktunk, miért szoktunk? Hát vagy azért, hogy egy közös eredő kapacitást érjünk el, ha például nekünk 100 nanofaradra van szükségünk, de nincs csak 220 nanósunk, akkor kettőt sorba kötünk, hát kapunk helyette 110 nanót, majdnem jó lesz a százasnak, tehát ilyen esetekben tudunk kapacitás csökkentés céljából is akár sorba kötni kondenzátorokat, de alapvetően sorba kötni kondenzátorokat olyankor szoktunk, ha a kapacitásunknak, kondenzátorunknak ugye van egy maximális feszültség tűrése, hogyha most ezek 100 voltos kondenzátorok, 100 voltig lehet őket használni, 100 volt fölött már lehet, hogy átüt a két fegyverzet, akkor tudunk belőlük csinálni
200 voltosat, hogyha kettőt sorba kötünk, elektroncsöves erősítőkben lehet találkozni olyan megoldással, tápszűrés szinten, hogy van egy 600 voltos anód feszültségünk a elektroncsöves erősítő tápellátására, és ekkora feszültségtűrésű kondenzátorok nem nagyon vannak, csak teszem azt 330 voltos kondik, és abból is legyenek 50 mikrofarádosak. Hát ezt oldották meg már akkor is úgy, hogy fogtak két darab ilyen kondenzátort. Ezek ugye egyesével 330 voltot bírnak csak, meg 50 mikrósok, szépen sorba kötötték őket, és innentől kezdve egy közös 25 mikrónk per 660 voltunk lett. Milyen jó, milyen szép, mindaddig, amíg a két kondenzátor egyforma, ami szerint, hogy mondtam nektek, hogy egyformának kell lennie, kapacitás értékben is, feszültségtűrésben is. De amikor elkezdenek kiszáradni, akkor bizony elkezd megbomlani ez az egyensúly a ketté között. Ezért ilyenkor, hogyha sorba kötünk kondenzátorokat, jó nagy ellenállásokat persze, de kiegyenlítő ellenállásokat kell kötni rájuk párzamosan. Ezek akár ilyen megaómok is lehetnek. Lényeg az, hogy ez ugye egy feszültségosztót képez, és ha icipici szivárgó árama kezd lenni bármelyik kondenzátornak, és ugye eltolná ezt a felezési pontot, akkor azt az ellenállások szépen majd intézik, és megpróbálják féltápfeszen tartani ezt a közös pontot. Itt ugye lesz innentől kezdve 300 voltunk, és mind a két kondenzátor csak annyit kap, amennyit kaphat. Tehát ha sorba kötünk két kondenzátort, nem jel csatolás szempontjából, hanem például tápot szűrni, akkor mindenképpen kiegyenlítő ellenállásokat is kell alkalmazni. PC tápokban is ilyenek vannak, 220 kilómos ellenállásokkal vannak az ellenütemű PC tápokban a két darab 200 meg 300 akárhány mikrofarádos kondenzátor, ami a bejövő primer 230-at egyénirányítás után puffereli, azok sorba vannak kötve, ilyenekkel ott találkozhattok, és mondom, azokban is kis 220 kilómos ellenállásokkal oldották meg azt, hogy mindig féltápfeszen tartsák a közepét a két kondenzátornak. Na most kondikat mondom párzamosan is lehet kötni, párzamos kötésnél a kapacitásaik összeadódnak, ott is figyeljünk oda, hogy azonos feszültségtűrésű kondenzátorokat kössünk csak párzamosan, vagy legalább mindegyik bírjon annyit, amennyiről majd használni fogjuk, de össze fog adni a kapacitás értékük, ott a párzamos kötésnek nagyon sok mindennel pluszban nem kell megfelelni. Tekercseket bár nem nagyon szoktunk sorba meg párzamosan kötni, mert általában valamilyen szűrőkörben használjuk őket. Alapvetően, ha nincsenek egymással csatolásban, tehát nem ugyanazon a magon vannak, nem is látják egymást, akkor ugyanaz a számolási módszerük, mint az ellenállásnál. Sorba kötött tekercseknek összeadódik az induktivitás, mondom, nem szabad csatolásban lenniük egymással, párzamosnál meg a 1 per L eredővel számolhatjuk. Tekercsekről igazából nagyon többet nem is akarok, mert mondom, azokat nem nagyon szoktuk se párzamosan, se sorosan kötögetni, hanem megtekerjük egyszerre, amilyenre kell. Na most haladjunk tovább, hát az ellenállás kondenzátor, energiaforrás, villanymotor, izzó megvolt. Eljutottunk a lényegig, amiért ezt a videót készítettem, a félvezetőkkel kell foglalkozzunk. A diódák soros kötését azt ugye már a diódás videóban mondtam, hogy miért van értelme, miért nincs. Na most, ha a diódákat ugye sorba kötjük mindegyiken, amikor is, hogyha egyformák, mert hát egyforma diódákat kössünk, ha lehet sorba meg párzamosan, tehát egy olyan eset van, amikor nem egyforma diódákat kötünk sorba, az pedig amikor Zener diódával kötünk sorba, teszem a sima szilícium diódát, de most legyenek ezek egyforma diódák. Egyforma diódákon, amikor átfolyik az áramunk, akkor mindegyiken ugye ugyanakkor a feszültség fog esni. Ez a 0,5, 0,6, 0,7, legyen most 0,6 volt. És akkor szépen kiegyenlítődnek. Azt is láttuk, azt nem is tudom melyik, azt valami műszeres videóban volt szerintem, hogyha melegítettem a diódát, akkor csökkent ez a nyitóirányú feszültsége. Műszerrel mértem a diódát, akár ki is próbáljuk.
Itt egy szilícium dióda, szépen a műszeremnek a két vezetékére ráhelyeztem. Most 447 millivolt esik rajta, és nézzük csak meg, mit csinál a PN átmenet, ha melegítjük. Csökken a rajta első feszültség, már 400-on vagyunk, nagyon jó. És ha ezt sokáig tesszük, akkor egyre kisebb feszültség fog esni rajta, és ha egy adott beállításban volt ez a félvezető PN átmenet, akkor egyre nagyobb áram fog rajta sajnos folyni, és például tranzisztoroknál, bipolás tranzisztoroknál ezt szoktuk hőmegfutásnak ugye nevezni, amikor túllépi azt a maximális megengedett áramot, amit az alapbeállítás alapján nem tudna túllépni, de a túlmelegedés által elér. Ez a hőmegfutás, ez a PN átmenetnél, ez ilyen irányba történik. A feszültség, ami esik rajta, csökken a hőmérséklet növelésével. Na most ezért is nem stabil például egy ilyen diódás, soros diódás feszültség csökkentés, mert ha ott folyik rajtuk majd át az áram, és melegszenek a diódák, akkor mindig egyre kevesebb feszültség fog rajtuk esni. Na most a PN átmenet már csak ilyen, párzamos diódáknál ez jobban számít egyébként, mert ha mi párzamosan kötünk két diódát, akár egyenirányítási céllal is megtehetjük azt, hogy párzamosan használunk diódákat. Itt mindenképpen oda kell arra figyelni, hogy teljesen egyforma diódák legyenek, ha lehet ugyanazon a hőmérsékleten, hidegen is ugyanakkor a feszültség essen rajtuk, tehát ugyanakkor legyen a nyitó feszültségük, mert akkor fog egyforma áram folyni majd rajtuk, és aminek meg kell még felelniük, legyenek minél jobb hőkontaktusban. Tehát hogyha össze vannak kötve azok a diódák egymással, akkor talán átadják a hőt, és akkor ha valamelyik jobban melegszik, a másikat is melegíti, hogy ő is kisebb feszültséget ejtsen. Másképp az lesz, hogyha teljesen különálló helyen vannak a diódáink, és az egyik kicsit másabb, mint a másik, elkezd jobban melegedni, ha jobban melegszik, csak rajta fog folyni ugye az áram, mert nem a másikon fog. Tehát minél jobban melegszik az a szerencsétlen PN átmenet, annál nagyobb áram fog arra folyni, ahol ő melegszik, és még jobban melegedni fog, mert még nagyobb áram fog megindulni innentől kezdve, és ő is el tud csattanni, és a másik dióda teszem, azt meg túléli. De ez például nagyon jó megoldás erre a PC tápokban is, meg mindenben is már használatos lassan kettős diódák. Ugye ezek gyors diódák, vagy Schottky, vagy csak sima gyors diódák, ezek a három lábúak. Autóerősítőkben is találkozhatunk velük, meg hát kapcsolóüzemi tápegységekben ezek a tokon belül két egy irányba mutató dióda párok, hát vagy az ellentétje, amikor szétfele van, az inkább az autóerősítős verzió. Ez két utas egyenirányításhoz készül ez a fajta dióda. Nos, ez a közös katódú, ez a pluszot irányítja egyen, a közös anódú az meg a negatív távfeszültséget a két utas egyenirányításon. Hogyha visszatekertek a két utas egyenirányítós meg egyenirányítós videóban, benne van a két dióda közös használata. Ez egy tokon belül van ilyenkor. A két dióda egy hűtésen, ráadásul ugyanazon a szilícium rétegen, tehát amikor felépül a dióda, akkor ugye valamelyik rétegen rajta van a másik kettő ilyen esetben, hogy teszem azt, hogy itt a P, itt a két N réteg, akkor az ugyanazon a rétegen csücsükél egyszerre melegszenek, egyszerre hűtjük őket, tehát mindenképpen egyformán fognak dolgozni. Ezeket a diódákat egyébként simán lehet párzamos üzemben is használni, tehát egy diódának is össze lehet őket kötni párzamba, erre is jó. Amire oda kell figyelni, főleg ezeknél a Schottkyknál, meg a gyors diódáknál, hogy a feszültségtűréseket ne lépjük túl. A Schottkyk például ilyen 40-50 volt fölött már nem nagyon szeretnek megmaradni, ott már átütnek, elég sok ilyen kapcsolatemű tápos egyenállító dióda ilyen kis feszültségre készül, ilyen 40-50 voltra mondom maximum. A egyszerűbb gyors diódák azok már ilyen 2-300 voltokat is elérnek, de azokon nem olyan kicsi feszültség esik, mint például a Schottkykon, ilyen 0,1-0,2 volt amúgy, mint a germánium diódákon. Tehát jó dolgok a Schottky diódák,
lehet őket párhuzamosítani, mondom, amikor tokon belül vannak egyformák felépítve, akkor azok egyértelműen egyből párhuzamosíthatóak. Hogyha külön diódát akarunk párhuzamba használni, akkor minél jobb hőkontaktusban legyenek, és minél jobban hasonlítsanak egymásra, minél jobban válogassuk őket párba. Ez volt a dióda. Ez a huncut hőfüggés sajnos a tranzisztoroknál is fennáll. Tehát ha jó, most egy NPN tranzisztor párt fogok alkalmazni. NPN tranzisztoroknál is lehet párhuzamosítani, hogyha a közös áramot akarjuk elérni, tehát hogyha egy-egy tranzisztor csak 10 ampert képes teszem azt kapcsolni, akkor közösen 20 amperre is képesek, ha abban az esetben, ha egy az, hogy egyformának kell lenniük minél jobban, másik az, hogy ki kell egyenlíteni azt a különbséget, ami a bázis emitter feszültségváltozás lesz, amikor majd megindul rajtuk az áram, és azt pedig úgy tudjuk megtenni, hogy egy-egy ellenállással, soros korlátozó ellenállással közösítjük az ő meghajtásukat, mert akkor, ha bármelyiken nőne is az áram, nagyobb feszültség fog esni az ellenálláson, és már vissza is szabályozta, be fog állni egy ilyen közel egyenlő szintre, de ha eleve a tranzisztorokat párba válogattuk, és durván egyforma a paraméterük, akkor lehet őket párhuzamosan kötni, vagy úgy, hogy a bázis áramot korlátozzuk két egyforma ellenállással, és úgy hajtjuk őket együtt, vagy párhuzamosan lehet kötni a bázisukat, de akkor viszont másra kell odafigyelni, akkor emitter ellenállást kell alkalmazni, ugyanezért a dologért. Tehát ilyenkor már össze lehet szépen párhuzamosítani a bázisokat, és mehet a meghajtásra. Tehát lehet közösen használni két tranzisztort két összekötött bázissal. Ha az emitter ellenállásaikkal egyenlítjük ki megint csak a különbségeket, ha valamelyik tranzisztor ugye jobban melegedne, akkor azonnal jobb áram kezd el ugyanazon a beállításon folyni, de most a nagyobb áram hatására ezen az ellenálláson nagyobb feszültség fog esni, mint a másikon, és visszaszabályozza magát, csökkenti az addig beállított bázis emitter feszültséget. Egy ilyen visszaszabályozó ellenállás lesz innentől kezdve az emitter ellenállás. Hivatalosan tranzisztorokat párhuzamosítani csak így lehet. Vagy akár a bázis ellenállásos módszerrel, de ez az elterjedte például erősítőkben inkább az emitter ellenállásos megoldások szoktak beválni. Viszont a MOSFET-ekkel sokkal jobban járunk. Miért? Mert ők pozitív hőfokfüggésűek, ami azt jelenti, hogy ha melegszenek, nem csökken az RDS mondjuk, hanem nő. Tehát minél jobban melegszik az a szerencsétlen MOSFET, annál nagyobb lesz az RDS onja. Innentől kezdve, ha én párhuzamosan kötök két MOSFET-et, legyenek azért egyformák, akkor hát még talán a gétjüket is köthetem párhuzamosan, de akkor is szoktunk rakni sorba ellenállást, de most így összekötöm, egyre gyengébb ez a filc, akkor mi fog történni? Amelyik FET teszem azt jobban nyit, először még hidegen, azon fog nagyobb áram folyni, amelyiknek kisebb lesz az RDS onja, azon fog nagyobb áram folyni, innentől kezdve ő jobban melegszik, ha melegszik, nő az RDS onja, és átveszi a másik az áram vezetését, és szépen a kettő ki fogja egyenlíteni egymást. Mert mindig, amelyik melegszik, annak nő az RDS onja, annál kisebb áram fog folyni rajta, míg ha visszahőlt, akkor megint ő fog dolgozni, és mondom, kiegyenlítődik köztük, ezért is lehet látni autóerősítőkben, hogy egy az egybe párhuzamosan vannak, például a táprészben is a MOSFET-ek simán összeköthetőek, mert a hőfokfüggések pozitív, és kiegyenlítődik köztük a hő hatására kialakult áramkülönbség. Tranzisztorokat ugye párhuzamosan kötöttem, olyankor az árambírásukat próbáljuk közösíteni. Na most sorba is lehet kötni ám bizony tranzisztorokat. TTL áramkörökön belül találkozhatunk sorba kötött tranzisztorokkal, és akár erősítőbe is, például a BEAG-nak az APT-100-ába is a végtranzisztorok sorba vannak kötve. Mire jó a sorba kötött végtranzisztor? Ugye van nekünk egy
U-collector emitter maxunk. Ha megoldjuk azt, hogy egyszerre nyissuk és zárjuk mind a két tranzisztort, akkor együtt fognak nyitni-zárni, mindig megoszlik köztük a feszültség, és ha például egy darab ilyen tranzisztor 80 volt UCE maxos, meg ez is, akkor együtt bizony ezek 160 voltra rákapcsolhatóak, mert hogy egyszerre fog mindig változni rajtuk, és mindig kiegyenlítődik rajtuk a feszültség, magyarul egy tranzisztor nem kap többet, mint 80 volt, és hogyha teszem, azt félig nyitjuk mind a kettőt, akkor mind a kettőn csak 40-40 marad, és mindig együtt fognak mozogni. Sorba is lehet bizony kötni tranzisztorokat, nem sokan tudják, de mondom, van ilyen erősítő is, ahol így használjuk a végtranzisztorokat, hogy sorba vannak kötve, és ezt csak azért szoktuk, hogy az UCE max fölé lehessen menni. Teszem azt, egyszerűbb, olcsóbb alkatrészekből akarunk egy nagyobbat kihelyettesíteni, mert hát amikor például az APT 100 is készült, nem nagyon voltak még itt 200 voltos tranzisztorok, hanem voltak 80 kötőjel 100 voltos tranzisztorok, megoldották a kis mérnökeink, hogy két darab 80 voltos tranzisztorral már kétszer 160 voltról, ha kell, működjön egy erősítő. Bár abban persze nem kapott kétszer 160-at, de jóval nagyobb feszültséget is kaphatott, mint egy darab végtranzisztor UCE maxa. Ami még egy érdekes dolog, ugye a ledeknek a használata. Ledek, mint diódák. Főleg a most divatos fehér LED szalagok és fehér LED-ből felépített mindenféle dolog. A fehér LED-nek a nyitó feszültsége durván 3 volt. Na most ezeket, amikor egy 12 voltos LED szalagot látunk, akkor jó, ha tudjuk, hogy ott 3 darab ledecske van sorba kötve, meg általában velük sorba kötve még egy ellenállás, ilyen 180 ohm körüli, és akkor ez van ugye az egyik végére, meg a másik végére, vagy a szélére így végig rákötve a szalagnak, ilyen szakaszokra lehet osztani, itt lehet elvágni őket. Itt az ollójel mindig, hogy itt lehet elnyisszantani, mert hogy ott egy LED szalagon ilyen LED soros hálózatocskák vannak, tehát mondom 3 darab 3 voltos LED, mert hogy fehér LED, és akkor ez megy a mínuszra, itt egy ellenállás, megy meg a pluszra, és akkor a 3 darab LED, mivel egyformák, mert úgy válogatják őket, egyformán fognak világítani. Ugye 9 volt esik a ledeken, és a maradék 3 volt pedig majd az ellenálláson, ezzel korlátozva a ledekre jutó feszültséget és azoknak az áramát, hogy nehogy túlhajtsuk őket és kiégjenek. Mielőtt még kéne, azt se sokan tudják, ugye a ledeknek így egy, a lednek meg eleve a PN átmenetnek, meg akár a izzónak dinamikus ellenállása van. Az izzó például hidegen néhány ohm. Rákapcsoljuk a feszültségforrás, és megindul rajta az áram, ugye elkezd az izzószálban melegedni, és megnő az ellenállása az izzónak. Egy 220-230 voltos izzó is ilyen néhányszor 10 ohm, és azt bedugjuk a 230-ba, és nem folyik rajtuk 6-8 amper bekapcsoláskor, meginduláskor azért tud, ilyenkor szokta lecsapni a kis megszakítót, meg elpattanni, meg szétpukkanni a búra, de alapvetően a Wolfram szál benne, amikor felizzik, akkor annak megnő az ellenállása, és ott fog izzani nekünk, és tartja azt a áramot, amire igazából azon a feszültségre képes. Tehát annak dinamikus ellenállása van az izzónak, feszültség függő az, hogy mennyire világít, ezért nincs olyanja neki, hogy fixen ennyi ohmos, hanem a feszültség függvénye az, hogy ő hány ohmot képvisel, mekkora áram folyik rajta, ugyanúgy, mint a ledeken. A ledeken például ez a 3 voltos fehér led, olyan 2,5-nél talán elkezd már úgy pislákolni, és 2,5-től 3,3 voltig talán lehet neki adni a feszültséget, és különböző áramok fognak folyni a leden, ahogy nyit a PN átmenete, mert ki is van egy PN átmenete, csak gallium arzenidből. Na most két ilyen LED szalag szakaszt nem csak párhuzamosan lehet kötni, mert itt a következő LED szalag szakasz. Ezekkel ők párhuzamosan vannak is szakaszonként kötve, ez is itt jön ki a pluszra, megy tovább, ez is jön ki a mínuszra, megy tovább, és akkor végén, amikor ide mínusz meg pluszot kötünk, az összes szakasz világítani fog. Ezeket, ha itt elnyisszantjuk a ollónkkal, mi a másikat mellé rakjuk, és ezek egyforma LED szalagból vannak. Tehát azonos teljesítményű, azonos fényerejű, azonos áramú ledekből épülnek föl,
akkor bizony, ezt a két LED szalagot sorba lehet egymással kötni. És mit fogunk kapni, ha ez idáig 12 voltos LED szalag volt, meg ez is, akkor 24 voltos LED szalagot fogunk kapni. Például van itt nekem, ugye LED szalag, ez most lehet, hogy nem pont fehér, de itt lehet látni ugye a szakaszokat. Egy ilyen szakasz az idáig, az ollóig tart, ez idáig 12 voltos. Ha én ezeket a szakaszokat itt elvágdosom, és így egymás mellé rakom, és mindet egymással sorba kötöm, és ugyanabból a LED szalagból van, tehát egyforma áram folyik durván rajtuk, mert együtt készültek, akkor az annyiszor 12 voltos lesz, tehát teszem azt, ha 10 ilyen szakaszt sorba kötök, már 120 voltos LED szalagom van, nagyobb feszültségű alkalmazásokban LED szalagot így is lehet használni, hogy nem muszáj 12 voltosat meg 12 voltra regulálni a feszültségét a LED-nek, hanem ha teszem azt, van 50 voltunk, akkor 4 ilyet sorba kötünk, és már lehet is rákötni az 50 voltra, és világítani fog. Én a mikroimba is szoktam egyébként a háttérfénynek két ilyen sorba kötött LED szalag szakaszt alkalmazni, és akkor az sem fogyaszt sokat, és mégis hatalmas fényereje van, úgyhogy a LED szalagokat is, ha egyformák, ugye egyforma dinamikus ellenállásuk van, azonos feszültségre, azonos mértékben fog folyni rajtuk az áram, lehet őket bizony sorba is kötni, míg a LED szalagon eredetileg párhuzamosan vannak ezek a kis szakaszok. Félvezetők használatánál igen sokszor előfordul a párhuzamosítás, ezért is szerettem volna ezt tisztázni, mielőtt még belemegyünk a tranzisztorok és MOSFETek felhasználási területeibe majd a következő videóban. Tartsatok velem annál is, a következő résznél is. Köszönöm, hogy megnéztétek, sziasztok!